unalmas a marketing modelled, hogyan ne legyél marketing áldozat, és mit akar a karantén utáni, a Covid utáni vevő, hogyan változtak meg az igényei, és az alapján te hogyan tudsz egy új stratégiát, vagy új taktikát meghatározni. És a végén lesz egy ajándék, tehát maradj mindenképpen, mert... Szeretnék ajándékozni neked valamit, szeretnék adni neked valamit, Erről a végén lesz szó, úgyhogy üdvözöllek, Wolf Gábor vagyok, és ez itt a Marketing Report. Na most, uh, kezdem azzal, és uh, látom, hogy még csak egy páram vagytok, úgyhogy szeretnélek titeket megjutalmazni egy jó sztorival. Ugye az első az az, hogy miért olyan úcsi a marketing modelled. Akiről beszélni akarok, és uh, sziasztok, akik most köszöntök be, akiről beszélni akartok, mindannyian ismeritek, hogy ki Elon Musk. Ugye? A Tesla fickó, uh, a SpaceX fickó, uh, tulajdonképpen a világ legnagyobb uh, jelenlegi uh, feltalálója, izgalma, legizgalmasabb üzletembere mindenki azt kérdezi, hogy vajon, miért nem titokban szuperhős, lehet, hogy az, nem tudjuk. Amit kevesen tudtok, hogy... Uh, Honnan szerezte az eredeti pénzét? Ugye ez a PayPal volt, a PayPal az, amit nagyon sokan használunk, tipikusan fizetésre egy páran, el is fogadjuk paypal a a, a, a vevők pénzét, és a paypal együtt csinálta egy pár srácsal, sziasztok, többen közt a Peter Thiel, aki, aki befektető társa volt ebben ez egy frankfurti srác, a családjával együtt az USA-ba emigráltak, és ő is beszállt a PayPal-be, egy nagyon okos fickó, amiből másfél milliárd dollárra szálltak ki, ennyiért vásárolta ki őket a, majd mindjárt mondom, a, a cég. És ebből Peter csinált egy befektető céget, sziasztok, és a befektető cég többek között a Facebook legelső befektetője volt. Képzeljétek el, Félmillió dollárt tett bele a Facebookba, és az a félmilliárd dollár később, amikor őt kivásárolták, az egy, azért egymilliárd dollárt kapott Úristen. Szóval a fickó egy nagy befektető, igazi cápa, egy igazi nagy cápa, és őről akarok beszélni, de mivel még csak most csatlakoztok, hadd meséljek nektek egy kis háttérsztorit. Peter Thiel lel kapcsolatban, megjelent egy könyv, amit Ryan Holiday írt. Ryan Holiday-t ismer, ismerhetitek páran, hiszen ő írta a Growth Hacking című könyvet. Uh, ő írta az ego, az ellenség, az akadály, az út, ugye, the obstacle is the way. Uh, remek könyveket írt. Azért írt ilyen remek könyveket, mert a tanító mestere az a valaki egészen különleges volt. De miért elmondom, hogy ki volt az a különleges tanítómester, a Ryan Holiday írt még egy egy egészen szenzációs könyvet, az a címe, hogy Conspiracy, és uh, hú, van, aki Cancunból néz, olá. Szóval uh, a Peter Thiel, akiről beszéltem, ugye, aki az Elon Musknak volt a társa, ő képzeljétek el, hogy uh, a, hát a pasi meleg és erről a Goker Media, van egy Goker Media nevű ilyen bulvár, tehát igazi alja bulvár magazin, de baromi népszerű volt, hatalmas nagy nézőtömegek éveken keresztül, sok-sok százmillió -sok dolláros bevétellel, és lehoztak a Peter Thielről egy nagyon lehúzó, nagyon gunyoros cikket, ahol kifejezetten kicsúfolták azért, hogy ő meleg. Ez egy olyan tizen éve történt, több, több mint tíz éve történt. És Peter Thiel, aki ugye ma egy befektető milliárdos, az nem csak annyit csinált, hogy azt mondta, hogy visszavágott, vagy visszakommentált, vagy. Tehát nem, a, nem igazán a helyén kezelte, hanem bekeményített, és éveken át tervezett egy stratégiát, éveken át épített föl egy stratégiát. Tehát képzeld el, hogy téged egy, egy, egy TV2, egy RTL klub befeketít. Be, és nem, nem bele, mész bele a nyilatkozat háborúba, hanem a háttér mögött tervezel, stratégiázol, gondolkodsz, türelmes vagy, és amikor megjött a megfelelő pillanat, akkor útjára indított egy olyan stratégiát, aminek az lett a vége, hogy a Goker tönkrement. A Peter Thiel egy alaposan kitervelt, egy nagyon jó megszerkesztett uh, konspirációval, tönkretett egy nagyon sikeres, megingathatatlan médiát. Erről szól a Conspiracy című könyv, amit Ryan Holiday írt, és amit mondtam, hogy Ryan holiday a mestere az Robert Green. Robert Green eszméletlen klasszikusokat írt, olyanokat, mint a Hatalom 48 törvénye, vagy a Háború 33 stratégia, vagy az, stratégiai, vagy a, a, az emberi természet törvényei, és a legjobb Idézetet a könyvírásról, azt Robert Green-től, és Szia Kriszti, Robert green hallottam, aki azt mondta, és figyeltek, remélem, hogy érezni fogjátok a súlyát. Robert Green, ugye? Best, szuper könyveket írt, tehát milliószámra folytak, a Pasi Zilliárdos a könyvírásból. Ezt mondta. Ne bestsellert így, hanem klasszikust. És ezt azért akartam megmutatni. Mert az elmúlt időszakban valami eszméletlen, hogy bocsánat, de mennyi szar könyv született. Tehát most itt egy csomóan rájöttek, hogy a, a könyv az egy márkaépítő eszköz. Nem. A könyv az egy ö, oktató, tanító eszköz. A, a civilizációnak az egyik csodája, hogy 5000 forintért megvehetsz egy olyan tudást, amit hogyha egy tréningben adnának, akkor sok százezer vagy sok millió forintot érne. De ezért fejlődik gyorsan a világ, ezért fejlődhet jól, és ezért olyan nagy élmény egy jó könyvet elolvasni. Mert vannak emberek, akik azt mondták, követték Robert Green tanácsát, és azt mondták, hogy én inkább klasszikust írok. Ha írsz egy könyvet, aminek az a célja, hogy te csak ismert legyél, akkor akik el fogják olvasni, és azt látják, hogy csak ez egy kamu össze, blogból összeollózott, meg mit tudom én, miből összeolózott, Hülyeség, amit csak azért írtál, hogy felmutathasd a könyvet, mint névjegyet. Hogy felmutathasd azt, hogy, ne, hogy te már könyvíró vagy. Egy csomó ember azonnal meg Pont a legjobb vevők meg fogják tudni, hogy te egy kamu vagy. Oké? Okay? Hagyjátok abba, hogy szar könyveket írtok. Könyörgöm. Jó? Mindannyiunk érdekébe, a civilizáció érdekébe. Szóval térjünk vissza <laughs> Peter Thielre. Peter Thiel, ugye, aki a Facebooknak a legelső igazi nagy befektetője volt, és, és tényleg egy zseniális cápa. Ő neki van egy nagyon érdekes észrevétele, hiszen ő millió egy céget indított el. Rengeteg céget tett sikeres, rengeteg cégbe tett pénzt, de tett mellé stratégiát, és mindig ugyanaz volt a stratégia, ezt követte, azt mondta, hogy ahhoz, hogy te a tízszeresére növekedj, hogy hogy te győzz a piacon, hogy téged észrevegyenek a piacon, annak van egy olyan módja, hogy lehetsz jobb, de ehhez tízszer jobbnak kell lenned. Vagy lehetsz innovatívabb, de ehhez tízszer innovatívabbnak kell lenned. Lehetsz uh, Befektethetsz a, a, a cégedbe, de tízszer annyit kell befektetned, hogy észrevegyenek, hogy feltűnj. Tízszer annyi kockázatot kell vállalnod, vállal, tízszer annyi idő, tízszer annyi pénz, vagy lehetsz másmilyen. Vagy lehetsz másmilyen. Ezt mondta Peter Thiel. Azt mondta, hogy minden cégénél, ahol befektet, ő arra hajt, hogy az másmilyen legyen. Mondok neked egy-két példát. A legjobb azt az étterem bizniszből tudom nektek hozni. Az étterem, ugye hozzá vagytok szokva, hogy működik. Ha te nyitnál egy éttermet, talán nem te, mert te itt, itt ülsz és nézed. De a többség, amikor nyit egy éttermet, kell egy hely, kellenek pincérek, kell egy szakács, kell egy menü, talán kell egy, egy ö, poszter, hogy, hogy megnyitottunk, és hátra tesszük a kezünket, és várjuk a vendégeket. Az éttermek 99,99%-a ugyanúgy működik. Kivéve egy pár, akik meghallgatták Peter Thiel tanácsát, és van olyan étterem, ahol tök sötét van. Bemész, nem látsz semmit. Azt mondják, hogy ennek ugye az igazi előnye az, hogy mivel az egyik érzékszervedet kikapcsolják, ezért az ízérzékelés sokkal intenzívebb lesz. A pincérek vakok. És csináltak egy olyan éttermet, amire egész életedben emlékezni fogsz, hogyha elmész, és fűnek, fának ajánlani fogod. Van olyan étterem az usa amiért, azért mennek az emberek, mert abban az étteremben az a különleges, hogy iszonyat, paraszt módon bánnak veled a pincérek. Oké, okay, a pincérek ki vannak képezve arra, hogy bunkók legyenek a vendéggel, konfrontatívak, beszólósak, tehát tulajdonképpen sértegetnek téged, és van egy réteg, aki ezt imádja, oké? Okay? És erre fölépült egy franchise, fölépült egy étterem, ahol nem is érdekes, hogy mi a kaja, mert egyszerűen a szenzáció miatt mész, hogy miket szóltak be neked, és utána mész és kiposztolod a legjobb szövegeket. Azt van olyan étterem, mint például, most kíváncsi vagyok, mi lesz vele, de itt van például a Hooters, ahol csini babák elég lengén öltözve uh, szolgálnak föl, megint csak tök mindegy, és nagy tévéken sportadásokat közítenek, tök mindegy, hogy mi a kaja, oké, okay? a kajának elégségesnek kell lenni, az élmény miatt mész oda, mert a csajok jó fejek veled, vidámak, flörtölnek veled, szelfiznek veled és euh, életedben egyszer úgy érezheted magad, mint, mint euh, ahogy kellene, hogyha megtanulál, amit kell várni. Aztán van drive through saláta bár, ugye? Mindenhol van drive-thru meki, meg, meg burger, de valaki azt mondta, hogy miért nem csak drive-thru saláta bárt. Aztán ott van az ellenkezője, a szívroham burger, akik azt mondták, hogy mindenki azt mondja, hogy csináljunk egészséges kaját, hát a milyen nem annyira egészséges, milyen opcióink vannak, vagy lemetszük az érdekes, és csinálunk egy egészség. Vagy azt mondjuk, fölvállaljuk két lábbal, hogy ez, ez, ez zsíros, ez tele van, ez rohadt finom, hatalmas nagy kalória adagok. Képzeljétek el, hogy a pincérnők nővéreknek vannak öltözve, a pincérek, vagy a szakács orvosnak, ki van rakva defibrillátor, az egész olyan, mint egy kórház, és akkora adagokat kapsz, hogy ott van, hogyha ott szívrohamot kapsz, akkor ők hívják a mentőt, ők fizetik. A... Ez az egész e, e köré van. És, és egy olyan. Nem tízszer jobb a kaja. Oké, okay, nem tízszer olcsóbb. Nem tízszer többet reklámoznak. Másmilyen. Mennyire nehéz másmilyennek lenni. Az a helyzet, hogy nehéz. Ha nem lenne az, akkor minden cég másmilyen lenne. Pedig ehelyett a cégek beltéresen szaporodnak. Ugye, nyitsz egy éttermet, körbenézelő többi étterem hogy működik, és csinálsz még egy ugyanolyan idiotizmus. Oké. Okay. Játszunk egy kicsit. Ha a terméked marad, vagy a szolgáltatásod, mi az, amin tudsz változtatni? Például tudsz változtatni a csomagoláson. Lehet az, ugye, hogy Tipikus példa, hogy nem egészbe adod el a pizzát, hanem darabonként. Vagy nem uh, csak kiküldöd a cuccot, hanem valami marhajó jó díszcsomagolást csinálsz. Vagy amikor a pincér nem csak kihozza a kaját, hanem kijönnek egyszer, és egy koreográfia van, hogy így huff, fölemelik azt a fedőt, és a Oké, okay, változik a csomagolás. Változhat az is, hogy melyik erőségedre teszed a hangsúlyt. Tehát például egy kedvenc példám erre, Uh, hogy amikor már nagyon sokan csináltak sminktetoválást, akkor az egyik cég, az egyik szakértő azt mondta, hogy ő az elrontott sminktetoválásoknak lesz a szakértője. Oké, okay, áthelyezte a hangsúlyt egy másik erősségére. Addig is volt, hogy megszerelt elrontott sminktetoválásokat, de ahogy ezt kimondta, egyből egy magasabb imást kapott, hiszen aki az elrontott sminktetoválásokat ki tudja javítani, az eleve valószínűleg nagyon profi. Aztán játszhatsz azon, hogy mi a disztribúciós modellet. Hogyan jutsz el a vevőhöz? Super példa erre, hogy a telefonszervizek, ugye, hogy lejtett, betörik, a, régen el kellett vinni az Apple-hoz, vagy el kellett vinni az iStyle-hoz, most meg bejutottak a plázákba, mentek a plázákba. Oda mentek a szervizek, ahol a vevő van, ugye? Ha a hegy nem megy Mohamedhez. Oda mentek, és. A disztribúciós modellen keresztül lettek mások. Aztán lehet az árazáson dolgozni. Például ahelyett, hogy odadnád a cuccodat, mint ahogy régen működtek a a megcsoda a Netflixet, ahol előfizetés. Nekünk ilyen egy kicsit a go to marketing, hogy eddig odadtuk tananyagokat, csináltunk tréningeket, Uh, ahol ilyen egyszeri volt, eljöttél, megtanultad, elmentél, kérdezték mások, hogy lesz ez még, nem, nem tudjuk. Eljött az egészet, fölpakoltuk a GoTo Marketingbe, és egy havidiért eléred. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok, a havidi 4990 forint plusz áfa. Az első hónapban a könyvtár 80 000 az hozzáférsz. De a legrosszabb, ami történt, hogy elpazaroltál 5000 forintot. Ne, ne. Szóval, hogy hogy az árazást? Aztán lehet az is, hogy hogy egyszerűen hordasz egy meszt, a nagyon sok külföldi cég abból épít márkát, hogy van egy jó mezük. Ugye az előző példa, a Hooters, az is ilyen volt. De például egyre több cégnél, akik ilyen elektronikai üzletek, azok csinálnak IT szolgáltatás bizniszt, ahol kimennek, megövítjek a számítógépedet, vagy cégeknek karbantatják az IT-ját, és a kocsi, az emberek, ugye egyen kocsi, egyen ruha, marha jó márkaépítés. Aztán dolgozhatsz azon is, változtathatsz azon is, hogy mi a specialitásod. Tehát ahelyett, hogy azt mondod, hogy étterem, ahelyett mondhatod azt, hogy én a szingliknek az étterme vagyok, a salátabároknak az étterme vagyok, én egy én étterem vagyok, vagy, vagy, vagy rakatod magasra a lécet, mondhatod azt, hogy igazi szék, ugye? Magyarországon jelenleg összesen van kettő-három olyan étterem, ami tényleg igazi szék. Sokan kiírják, de aki ért hozzá, az tudja, hogy, 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 csak egy pár van. Specialitás, ugye? A, a go -to mutattam nem, be nemrég egy olyat, hogy valaki csinált egy ilyen bizniszt, hogy ügyvéd honlapok. Tehát honlapok csak ügyvéd cégeknek. Tök jó. Oké, okay. mert azt magasabb áron eladhatod, az ügyvédek hozzá fognak menni, mert te vagy a specialista, nyertél, más vagy. A lényeg az, hogy ne legyél csak még egy X. És hogyha ma lefekszel aludni, és vég gondolod ezt a mai marketing meetinget, akkor egy szuper gondolat, hogy hogyan lehetnék más. Akár vedd, ez nem olyan, hogy görcsölünk, szépen végveszed. amit az előbb mutattam, hogy el lehet más. Ár, csomagolás, specialitás, a disztribúció, stb. 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 Tehát szépen tudatosan vég gondolod, vagy akár a stáboddal végig gondolod, mert ahogy Peter Thiel, hisz abban, hogy ezek a cégek jobban növekednek, jobban megtérülnek, úgy neked is tudnod kell, hogy főleg, ha sokat dolgozol, hogy ez a munka sokkal jobban térüljön meg, hogy gyorsabban elérd a céljaidat, hogy gyorsabban megnövekedj, hogy gyorsabban akár ki tudj szállni, vagy gyorsabban meg tud venni azt a kertes házat. Oké? Okay? Ez a legjobb. Mert lehetsz, lehet, erőlködhetsz, tehetsz bele tízszer annyi pénzt, tehetsz bele annyi, tízszer annyi munkát, vagy lehetsz más. Hogyan ne legyél marketing áldozat? Uh, tegnap tartottam az új korszak első személyes konzultációját, uh, majd erről uh, fogok is írni nektek. Egy nagyon helyes vállalkozó házaspár volt nálam, német Laci és Belényi Bea, aki uh, most végezte el az Exatlont, és aki azért híres, mert ő vezette le Magyarországon a terhes tornát. Rákeresel az, a, arra, hogy, hogy terhes torn, a torna, full dominálja az egészet, és az egyik nagyon érdekes, amit visszahallottam a konzultáción, hogy, hogy elmondták, hogy nagyon sok kivitelezőt próbáltak és baromi rossz tapasztalatok volt. Nagyon sok kivitelező kvázi átvert őket. Tehát olyan marketinges cég, aki körül azt mondta a, a, Laci, hogy, hogy jobb a marketingjük, mint maga a cucc. Ugye erről pont múlt héten beszéltem. És azt is mondta, hogy nagyon sokba kerül, mire rájön, hogy melyik cég jó és melyik cég rossz. Időt kell investálnia bele, pénzt kell investálnia bele, tehát például Facebook hirdetéseket, meg Google hirdetéseket futtatott egy céggel, és hetek alatt derült ki, hogy nem igazán kompetensek. Oké? Okay? Azaz, elég egy csomó pénzt, investáltál egy kapcsolatba, időt, azt az egészet le kell írni. Úgyhogy szeretnék egy olyan sorozatot indítani itt a marketing riporton belül, ahol egy picit felkészítelek arra, hogy ne lehessen téged, tehát ne legyél marketing áldozat. És ennek nyilván egy része az, hogy minőségi kivitelezőket gyűjtünk magunk köré. Nagyon sok ilyen van már bent a GoToMarketingben. De a másik oldal az, hogy neked egy picit beszélned kell azt a nyelvet. Úgyhogy ma megmutatok három rövidítést, három alap rövidítést, amit ismerned kell, hogy ezeknek az ügynökségeknek a, a nyelvén tudjál beszélni. Mondom a, a, a rossz példát. A az egyik ügyfelünk kért egy nagyon szép projektet, egy reklámozási, projektet, és az ügynökség ugye adott neki ajánlatot, hogy mennyiért csinálja meg a kreatívot, hogy mennyiért hirdeti, milyen helyeken, de volt benne egy extra. És az az, az extra, hogy csinálunk egy háromnapos design sprintet, ahol ezt az egészet kidolgozzuk, és az plusz, nem is tudom, valami 500-600 ezer forint volt. És mivel ez az ügyfelem, mondjuk a design sprint, ugye ez egy divatos dolog. Google is ezt csinálja, szex is de az, az ügyfelem tudta, hogy a design sprint az tulajdonképpen a project managementnek egy szexisebb, újfajta elnevezése, és odament, és azt mondta, hogy figyeljetek, majd én leülök veletek, végigcsináljuk azt a design sprintet három óra alatt, jó, ott leszek végig, de azért ne számlázzatok, éppen eleget fizetek a többiért, jó? Tehát ne nézzetek hülyének. <laughs> tudnod kell, hogy mi van a számlán, tudnod kell, hogy mi van az ajánlaton, hogy mutatok három rövidítést. A legelső rövidítés az a marketing egyik alapszava ATL. Mindjárt elmondom, mit jelent. 1954 a régi cégem, én akkor még nem dolgoztam ott, a Procter Gamble elkezdte más, rájött, hogy az alvállalkozói közt, a marketing alvállalkozói közt vannak reklámügynökségek, meg vannak úgynevezett promóciós ügynökségek, és elkezdte őket máshogy fizetni. Az ATL, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy above the line, vonalon felüli marketing, és az tartozik ide, ami ez a klasszikus hirdetés. TV-reklám, rádió reklám, sajtó, óriás plakát, köztér, oké? Okay. Fizetsz, megjelenik. Fizetsz egy tonna pénzt, megjelennek a, a reklámjaid. Ezekről mondták azt, hogy tudom, hogy a pénz felét elpazarolom, de bárcsak tudnám, hogy melyik felét. Above the line advertising. Ugye vonal feletti reklámozás, Tehát ez az, amikor te izomból reklámozol, nagyon sok pénzed van. És emellett a másik fele a marketing tevékenységeknek, azt meg úgy hívják, hogy BTL. Tehát volt above the line, akkor ez a below the line, tehát a vonal alatti ö, reklámozás. Ide tartozik a direct marketing, amit mi is tanítunk és csinálunk, és a marketing tevékenységeinknek a többségét lehet ide rakni. Ide jön a content marketing, a tartalom marketing, ide jön a PR vagy PR, a szórólapozás, a botli matrica, a kóstoltatás, roadshow, e-mail marketing, online hirdetés, remarketing, ugye, ami, uh, uh, ami personalizált, tipikusan, ami mérhető, az tartozik a below the line -hoz. Na most, tehát az ATL-t akkor csinálod, hogy tömértek pénzed van, márkaépítésre, vagy mondjuk csinálni akarsz marad egy nagy kampányt. A BTL meg akkor jött, hogyha kevesebb volt a pénzed, vagy nagyon fontos volt a megtérülés, nagyon fontos volt a Sales. Oké, okay, ATL márkaépítés, BTL Sales eladás. Tulajdonképpen, hogyha nagyon fontos a, az úgynevezett ROI. És ez az utolsó, amit ma megmutatok, ilyen rövidítés, ROI, vagy pedig Return on Investment. Nagyon tetszik, mert nem az a szöveg, hogy Return on Spending, tehát nem a költség megtérülése, hanem a befektetés megtérülése. Ez mutatja azt, hogy ha te befektetsz reklámra pénzt, akkor mennyit szedsz ki utána. Tipikusan ugye ügynökségek, főleg a mai, ünnökségek, reklám ünnökségek nagyon gyakran hirdetik magukat azzal, hogy nézd, ez az ügyfél berakott 100 ezer forintot, és kiszed, kiszedett 600 ezer forintnyi eladást. 100 ezer, 600 ezer. Akkor a megtérülés a befektetésen az 6-szoros volt? Hát nem. És ezt nagyon gyakran nem mondják el. Mondok egy példát. Mondjuk Facebook hirdetésre elköltesz 100 ezer forintot, <kül> jön 2000 feliratkozód, abból lesz 30 vevőd, azok elköltenek összesen 600 ezer forintot. Még mindig itt tartunk. Beraktál 100-at, visszajött 600. De abból a 600-ból valószínűleg jó esetben a fele profit csak. Tehát mondjuk 300 ezer. Tehát az igazi roid, ugye, az igazi megtérülésed az 3x és ez nagyon fontos része. Ezt a pénzügyeset kérni fogja kíméletlenül, hogyha egy ügyfélnek dolgozó, kérni fogja kíméletlenül, vagy egy ügyvezető. És igazából itt, 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 van a lényeg, hogy ugye van az egyik oldalon a, 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 konverzió. Az egyik oldalon az, hogy minden egyes forint, amit elküldök hirdetésre, látnom kell, hogy hogy térül meg, hogy azért mennyi vevőt szerzünk, mennyi eladást szerzünk, mennyi csomagot adunk el. A másik oldalon meg ott van a márkaépítés. Mert mindenki szeretne egy jó brandet, de ugye a, az első, amikor te még pici vagy, indul a céged, akkor minden marketing tevékenységednek értékesítés orientáltnak kell lenni. Akkor nem építünk, akkor tudjátok, hogy hogy építünk márkát? Hogy sokat, sok dobozt eladunk rajta a, a logunkkal, így, így építünk márkát. És aztán később, ahogy egyre több pénzed van, meg növekedni akarsz, meg felismered azt, Hogyha jó a a sok helyen lehet téged kapni, sok helyen lehet téged elérni, akkor a vevő akkor fog téged választani, hogyha ott van a fejében a márka neved. És akkor már elkezdenek bejönni a marketing mixedbe ezek az úgynevezett ATL eszközök, amik tényleg arra valók, hogy brandet építesz, márkát építesz. És a, a kis ügynökségek, a KKV ügynökségek, azok meg vannak őrülve, hogy csak az a marketing, ami mérhető, a, ami konvertál, ami kiszámolható. A nagy ügynökségek azok meg oda vannak, hogy csak az a reklám számít, ami kreatív és ami márkát épít, és az a helyzet, hogy egyikünknek sincs igaza. Az igazság, mint mindig, valahol középen van. És ahogy növekszel, úgy először ilyet csinálsz, aztán egyre több átélt, egyre több márkaépítés, aztán utána akár ha már egy országos márka akarsz lenni, vagy akár egy nemzetközi márka, akkor a büdzsédnek a nagy részét valószínűleg márkaépítésre fogod költeni. Jó, erre van is egyébként egy, egy szavam, tehát itt, a, amikor a amikor a kis ügynökségek nyomják, hogy csak a konverzió, azt én úgy hívom, hogy konverzió-perverzió. Tök jó, amikor abszolút indul egy cég, amikor nulláról leindul. De a növekedéshez ez nem alkalmas. És nagyon sokszor ki is merül egy cégnek a büdzséje, elérnek egy platót, elérnek egy kilapul a növekedési görbe, és nem értik, hogy miért. Azért nem, mert nincs márkaépítés, onnan el kell kezdeni márkát. Na, de amit erről beszélünk sokat, jó? Utolsó blokk a maiban, illetve utolsó előttél mondtam, hogy lesz egy ajándék. Szóval érdemes végigmaradni. És ez a blokk pedig az, hogy mit akar a karantén utáni vevő. Szerencsére minden marketingest érdekel, hogy hogyan változtak a fogyasztói szokások. Hogyan változtak a fogyasztók. Ugye mindenki szeretne tervezni, és nagyon nehéz tervezni, mert sok a bizonytalanság. Az emberek hozzászoktak dolgokhoz, leszoktak dolgokról, hogyan hat ez a mi marketingünkre? Hadd mutassak egy-két ilyen friss adatot. Tehát ezek tényleg most, mostanában készültek. Egy részük itt az Európában, egy részük az USA-ban. Barom is sokat számít az is szinte, hogy melyik héten történt. Mutatom, a, a, Mutatok egy-pár markáns felismerést. A legérdekesebb az az, hogy az SP global a a kutatásából kiderült, hogy 67,2%-a az embereknek az mostantól otthon akar dolgozni. Hitted volna, ugye? Az emberek rájöttek, hogy nem is akkora időpazarlás otthonról dolgozni, nem is akkora hatékonyságvesztés otthonról dolgozni, és igazából nem is olyan rossz, hogyha kimarad a, az utazás az irodába és vissza. Hadd csináljak veletek egy ilyen mini piackutatást. Ha otthonról dolgozol, akkor nyomj egy like -ot. ha irodából dolgozol, nyomj egy szívet. Jó? Ha otthonról dolgozol, like, ha irodából dolgozol, szív. Jó? Otthonról like, irodából szív. Jó? Csak hadd hogy. Hé, hey, szia, Réka. Hadd lássam, hogy, hogy hogy mik a, 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 az arányok. Uh -huh. Elég sokan dolgoztok irodából is, de. Ugye növekszik, nagyon sok, hú, nagyon sok like is jön. Majd ezeket később össze lehet számolni. Remélem, ti is látjátok ezt. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy mi történik. Föl vagy erre készülve? Föl vagy arra készülve, hogy az embereid, egy nagy része mostantól otthonról akar dolgozni. Nekem óriási mázin van, mert én eleve így építettem fel a céget. Nekünk egy időben volt irodánk, volt egy klassz ilyen flesi irodánk, és mindenki utálta. Rájöttünk, hogy azon kívül, hogy be lehet vágódni, hogy van irodánk, nem volt jó semmire, utáltunk bejárni, és mindenki otthonról akar dolgozni. Ma is, ma is mindenki otthonról dolgozik. Bagi György utcán dolgozom. <laughs> Remélem, hogy nem az otthonod. Következő 68%-a az embereknek, a vevőknek azt mondta, azt kéri, hogy a karantén alatti extra szolgáltatások maradjanak fönt. Egy. A házhoz szállítás legyen alap a cégeknél. Ez nagyon fontos, és nagyon eltér attól, ami eddig történt. Ugye menjünk vissza három-négy hónappal ezelőtt, nagyon sok cég figyelembe se vette a házhoz szállítást. Ruhaboltok, rengeteg étterem nem szállított házhoz. Aztán bejött a, a karantén, és csőstül mentek a Netplincérhez. csőstül mentek a SimplePay-hez, hogy online fizetést akarnak. A aztán hozzák ki a parkolóhoz. Tehát mondjuk beállok a bolt elé, és valaki jöjjön ki a csomaggal. Legyen takarítás, legyen fertőtlenítés, a személyzet hordjon maszkot. Ezek mind olyan, amire az emberek mondták, igen, ez maradjon, igen, ez jó. Tehát ahelyett, hogy azt mondanád, hogy halleluja, vége a karanténnak, beszüntethetjük a, a házhoz szállítást, beszüntethetjük a fertőtlenítést. Nem, mert a vevők hozzászoktak, a vevők megszerették, és szeretnék továbbra is. És mindjárt mutatok még egy, a következő után egy döbbenetes statisztikát erről. 78% mondta azt, hogy imádja az érintés nélküli fizetést, és please, please maradjon. Uh, Bocsát, ez együtt volt érintés nélküli és online fizetés. Megint kérek egy szavazást. Légy nyom egy lájkot, ha életedben először most a karantén alatt fizettél online bankkártyával. Jó? Tehát, hogyha eddig soha nem mindig utánvétet kértél, kértél, vagy bementél érte a boltba. És most fizettél először online bankkártyával, amikor be voltunk zárva, nyomj légy egy lájkot. Kíváncsi hogy, hogy vagytok-e vagytok, -e, vagytok -e egy pára. Jó? Uh, addig is megmutatom a, az utolsó előtti diát ebben a sorozatban, és ez döbbenetes. Megkérdezték az embereket, hogy vannak ezek az új dolgok, ugye házhozszállítás, vagy beállsz és kihozzák neked a kocsiba, érintés nélküli fizetés, fertőtlenítés, stb. Hogyha a karantén után ugye ezek változnak, akkor fogsz-e vásárolni olyan cégeknél, akik ezeket megszüntetik. És 53% azt mondta, hogy aki ezeket nem kínálja többé, azoktól többé nem vásárolok. Tehát, hogyha ha te azt mondod, hogy halleluja vége, és abba hagyjuk a házhoz szállítást, a vevőid felét lehet, hogy elveszíted. Egyszer hozzászoktak, megszerették, elvárják alapból. Durva mi? Utolsó statisztika mára, és ez egy kicsit inkább minket érint, de biztos közületek is egy párat, 15% mondta azt, hogy idén nem akarok több rendezvényre menni, és ez európai. Ezt a, a, a Now Sourcing mérte föl, európai a, üzletembereket mért fel, elsősorban nem fogyasztókat, akik közül azt mondták, hogy ö, nincs kedvem fölülni egy repülőre, ö, nincs kedvem elmenni tréningekre, konferenciákra, nincs kedvem beülni egy tömött konferenciaterembe. És ez sokunkat érint. Tehát, hogyha Ugye nekünk itt minden októberben van az Expo. Mi van akkor, hogyha ezer ember helyett csak 850 jön el? Az azért elég komoly visszaesés. Nyilván nem olyan, mint amikor az éttermek leestek nullára, de nekünk az kalkulációban már egy egy, egy határt rezget. Ugye? És nincsenek addicionális bevételek, nincs szállás, nincs étkezés nincs helyi értékesítés, nincs rócsó. Aztán mi lesz, hogyha jön egy második forduló a, a, vírusban? Mi van akkor, hogyha ha ez még tovább romlik, és nem 15 lesz, hanem inkább 51. Jó? Szóval ezeket vegyétek figyelembe, gondolkodjatok el rajta nagyon keményen, mert ezek az információk, ezekre stratégiát lehet alapozni. Amíg meghatározzák, hogy Haverje leszel a jövő fogyasztójának, vagy pedig lemaradsz. Mielőtt elköszönök, ugye ígértem egy ajándékot. Ez az ajándék azoknak szól, akik fizetnek a hirdetésekért, tehát rendszeresen adnak föl, vagy, vagy, vagy folyamatosan futtatnak fizetős hirdetéseket. Tipikusan Google-ben, Facebookon, Instán. YouTube-on, és forgalmat generáltok, fizetett forgalmat generáltok, és küldtök embereket landing page-re, webshopra, feliratkozó oldalra, remarketing hirdetés, egy kampányban nyomjátok. Ugye ezek azok a tipikus hirdetések, amik uh, fotó vagy videó, egy rövid címsor, alcím, és egy link. És utána tovább viszi az ember. Tehát, hogyha te futtat ilyeneket, vagy pedig tervezed, akkor figyelj. Ugyanis, a kis- és középvállalkozók reklámjának a többsége az valami irgalmatlan béna, ügyetlen. És ennek az az eredménye, hogy túlfizetsz, hogy te egy reklám áldozat vagy. Ugye, hogy alacsony a roi, ha emlékszel. És könnyen lehet, és ezt ki is írom, hogy téged egyetlen jó reklám választ el a következő célottól. Lehet, hogy ez egy növekedési cél, lehet, hogy ez egy beruházási cél, lehet, hogy ez egy terjeszkedési cél, lehet, hogy akarsz venni egy jobb kocsit, vagy egy házat, vagy föl akarsz venni embert, vagy embereket, növeszteni akarod a csapatodat, fejleszteni akarod a technológiát, nagyobb raktárkészletet akarsz, jobb pozíciót egy beszállítónál. Néha egy jó hirdetés, egy jó reklám, amit futtathatsz, amit széles kör, amit fölskálátszhatsz, sok embernek megmutathatsz, az jelenti a különbséget, hogy eléred-e a következő célodat, vagy nem. Éppen ezért mi készítettünk a marketingben egy reklámmester kurzust. És nyugi, nem nyomom a marketinget. onnan szeretnék neked adni egy ajándékot, akár tag vagy akár nem. Nyilván a célom az, hogy megfontolod a tagságot. De most ezen a héten fejeztem be egy több hetes, igazából hét részes reklámmesterkózus. Mutatom, hogy mik voltak a részek, és figyelj, mert mindegyik számít. Az első, az arról szólt életed első reklámja, megnéztük, hogy mi a különbség a múlt is, ilyen márkaépítő, meg a KKV, ami inkább ilyen konverzió, értékesítő típusú reklámok közt. A második részben uh, beszéltünk reklám tehát hogy mik azok, amik vágyat keltenek egy reklámban, nyilván az, hogy kirakod a cuccodat, az nem az, hogy adsz egy árengedményt, ő, ennél sokkal jobbak vannak. A harmadik részben megnéztük, hogy mi a célközönségnek a harmadik köre. Ez azért volt egy nagyon haladó lecke. Nagyon sokan úgy hirdett, úgy, úgy képzelik el, hogy a mi célközönségünk, azok a 25-től 50 éves kurú nők, oké, okay, az nem célközönség. Arra nem lehet célozni. Arra nem lehet hirdetést. Mondok egy példát, a, a 25-től 50 éves nőkben benne van az a szingli csaj, aki még egyedül él, karrierista, még nem is gondol a családra, teljesen máshogy gondolkodik, máshogy köt, meg benne van akár egy nagymama, akinek már megszületett a kisonokája, már nyugdíjon jár a feje, értitek? Teljesen más hirdetésekre rezonálnak. Tehát megnéztük ezt a három kört, és hogy hogyan kell, milyen hirdetéseket kell erre a három körre lőni. A negyedik rész, az a reklám svájci bicska módszer volt, ez egy zseniális módszer, ami arról szól, hogy hogyan tudsz nagyon könnyen sokszínű, szórakoztató, sokféle reklámot csinálni, ami nem unalmas, és ami, ami, tudsz variálni, ami, ami biztosítja azt, hogy te nem vagy unalmas, sőt, biztosítja azt, hogy hatásos vagy. Az ötödik részben ez, ezt Kriszta tartotta, ő megmutatta, hogy hogyan lehet instant érzelmi hatást elérni fotókkal, milyen érzelmeket, milyen fotókkal. Tehát a például neked az a célod, hogy egy vevő uh, aggódjon, hogy végre összeszedje magát és foglalkozzon azzal, amit te csinálsz, arra van egy metodológia. Ha neked az a célod, hogy egy vevő vágyakozzon, van egy me metodológia. És ezeken mentünk végig. A hatodik rész, az utolsó rész, az arról szólt, hogy ha megvan a reklámod, akkor mutatok tíz trükköt, amivel följavíthatod. Amivel javítod a konverziót, amivel ugye a ráköltött pénzed jobban fog megtérülni, mert többen fognak rá figyelni, hatásosabb lesz, jobb lesz a konverziója. Ez egy nagyon szórakoztató és nagyon vizuális előadás volt. És az utolsó pedig haladó reklám trükkökről szólt, ami tényleg, amilyen ilyen reklám ügynökségi, emberi pszichológián alapuló, nagyon magas szintű és a reklámodat nagyon hatásossá tévő trükkök voltak. Na most azt ígértem, hogy mutatok egy ajándékot. Kiválasztottam neked ebből három videót, három leckét. Az egyik a célközönség három köre, ami egy nagyon okos előadás arról, hogy ha ezt megnézed, soha többé nem fogod ugyanazt a hirdetést föladni a 25-50 éves nőknek, soha többé nem fogsz morfondírozni azon, hogy mit kell, mi legyen az üzenet, ami ilyen sokféle embert kiszolgál, mert pontosan megmutatjuk, hogy ez hogy kell. Tehát ez a célközönség három köre. Az ötödik rész instant érzelmi hatás fotókkal, ugye ez, hogy hogyan kell képi hatással el, érzelmeket generálni, és ezeket a képeket honnan lehet szerezni, és az utolsó, javítsuk fel a reklámodat tíz trükkel. Ebből a háromból egyet odadok nektek ajándékba, amelyikre a legtöbben szavaztok. Oké? Okay? Csak kommentált, hogy három, öt vagy hat. És akire, amire többen szavaznak, azt, azt ki fogom itt posztolni, közé teszem. Jó? Nyilván, ha Go -to marketing tag vagy, ha ma befizetsz, akkor 24 órán belül berakunk téged a csoportba, és a csoportban, ahol először végigment ez a, a kurzus, ott már elérheted. Jó? Köszönöm szépen! Ennyi volt a marketing report. Ugye beszéltünk arról, hogy ne legyél csak még egy X. Beszéltünk arról, hogy ne legyél marketing áldozat. Ugye? ATL, BTL, ROI. Megnéztük, hogy hogyan változtak a felhasználói igények a karantén után. Remélem hasznos volt. Mindenképp szavaz. Nagyon hálás vagyok, hogyha megosztott. Ha vannak vállalkozó ismerőseid, akiknek hasznos lehet ez a műsor, tekintsd úgy, hogyha nagyon hálás vagy és szeretnél fizetni, akkor oszd meg ezt a műsort. Hadd lássák sokan, ne felejts el szavazni. Ez volt a tizedik marketing report. Köszönöm, hogy velem tartottál. Volk Gábor vagyok a marketing kommandótól, és kívánok mindenkinek jó kedvet, bőséget. Sziasztok!